Lájkold te is a Szigetkősport Facebook oldalát! A műsor támogatta a Berger Transport Kft., a Borháló Mosonmagyaróvár, Húshegyi Anita ötvösmester, a Lajta Duna Építő és Vízszigetelő Kft., Sajtos Rudacska, a Roppanós Élvezet, valamint a Flex Fényhegesztés Technikai és Szerszámkereskedőház Kft. A műsor főtámogatója a Greiner Biovan Hungary Kft. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Szigetkősport legfrissebb adását látják. Mai műsorunkban a kézilabda, a labdarúgás és az asztali tenisz játssza a főszerepet. Február végén és március elején csupa nehéz mérkőzést kellett játszani a Maderson Mosonmagyaróvárnak, amely sorrendben az Etóval, a Debrecennel és a Ferencvárossal is összecsapott. Az elmúlt négy napban két nehéz mérkőzést játszott a Maderson Mosonmagyaróvár a női kézilabda NB1-ben. Vasárnap a Debrecen látogatott az UFM arénába, majd szerdán a Ferencváros otthonában lépett pályára az MKC. A két mérkőzés sok hasonlóságot tartogatott. A DVSC és az FTC ellen is produkált egy remek félidő Gyurka János együttese. A hazai találkozón az első játékrész sikerült pazarul, hiszen a Mosonmagyaróvár végigvezetve 15-12-es előnnyel vonulhatott pihenőre. Aztán a második félidőben felszívta magát a Debrecen, amely a 40. perc elején 19-19-nél utolérte ellenfelét, majd a találkozót is megfordította. Hiába produkáltak 14 védést az óvári kapusok, és hiába lőtt 8 gólt Kovács Patrícia, ez sem volt elég a győzelemhez. A Loki Bánfai vezérletével a második félidő 16-9-re, a mérkőzést pedig 28-24-re nyerte meg, ezzel visszavágott az első fordulóban elszenvedett vereségért. Első félidő végjátékában érződött, hogy kezdünk távoli zónából gyengülni, elfogadtuk a faultokat. Nem úgy vezettük a támadásainkat azzal a dinamikával, amivel szoktunk, illetőleg a padról érkező játékosaink sem szálltak úgy be a mérkőzésbe, mint ami idáig jellemző volt rájuk. Egyszerűen lerohantak bennünket, ez valamilyen szinten demoralizáló is volt utána nekünk, mert mindig, hogyha 10 másodperc után kapsz egy gólt, az nem éppen jót tesz a lelkednek. A Ferencváros elleni mérkőzés nehezen indult az óváriaknak, hiszen a 14. percben már 10-2-re, a fél időben pedig 20-12-re vezettek a hazaiak, ezzel pedig el is dőlt a két pont sorsa. A folytatásban aztán huszáros hajrába kezdett az MKC, de ez csak a végeredmény szorossá tételéhez volt elég. Az óvári csapatból Szarkova 7 gólig jutott, a zöldfehérek közül pedig a 9-szer betaláló Málesztin volt a legeredményesebb. A Ferencváros végül 34-31-re legyőzte a Mosonmagyaróvárt. Elrajtolt a tavaszi szezon az NB3 nyugati csoportjában is, a Krédóbusz Mosonmagyaróvár az első tavaszi fordulóban a BKV előrét fogadta. A második helyen telelő Krédóbusz Mosonmagyaróvár a tavaszi szezon rajtján a BKV előrét fogadta a Wittmann Antal Parkban. Jól kezdték a mérkőzést a fekete mezes hazaiak, akik már a találkozó elején helyzeteket dolgoztak ki. Egy ilyen lehetőségnél Horváth Kevin baloldali beadását Szalka fejelte a kapu mellé. Nem sokkal később, Bakos remek keresztlabdája után Nagy Kevin csinálta meg magának a helyzetét, de a lövés pillanatában lecsúszott a labda a lábáról. A BKV első lövését Wagner Richard jegyezte, Heinrich gond nélkül fogta a labdát. Szegő 28 méteres szabadrúgása már veszélyesebb volt, de Heinrich nagyon rutinosan oldalra ütötte a lövést, így a kipattanóból nem alakult ki helyzet.
A 30. percben Horváth Kevin passzolt Szalkához, akit Busai ütött el hátulról a 16-oson belül. A megítélt büntetőt Bakos Szabolcs gyengén végezte el, így Cuci védeni tudott, sőt a kipattanót is bravúrral hárította a vendégek kapusa. Egy távoli lövéssel Szalka is tesztelte Cucit, aki maga biztosan fogta a próbálkozást. A félidő utolsó lehetősége a vendégek előtt adódott, miután egy kis szögletből Busai került helyzetbe, de a lövése elpattogott a kapu előtt, így gól nélküli döntetlennel zárult az első játékrész. Durszó keresztlabdáját Horváth Kevin ívelte középre, ahol Busai mentett az érkező Szalka elől. A 91. percben Bakos baloldali szögletét Durszó remekül fejelte a BKV előre kapujába. A hosszabbításban tehát összejött a megérdemelt vezetés az MTE-nek, a győzelem azonban az utolsó pillanatban kicsúszott az óváriak keze közül. A középkezdés után szinte egyből szabadrúgáshoz jutottak a vendégek 25 méterre Heinrich kapujától. Szegő nagy erejű lövése a baloldali kapufáról pont Balogh Bence elé pattant, aki közelről kiegyenlített. A Krédóbusz Moson-Magyaróvár több helyzetet dolgozott ki, és többet is tett a győzelemért, de Varga László együttesének ezen a napon meg kellett elégednie az egy ponttal. Gyakorlatilag annak köszönhetjük a sikerünket, mert az egy pontot mi sikernek tartjuk egy ilyen jó csapat otthonában, mint a Motim. Annak köszönhetjük a sikert, hogy a játékosaim végig hittek magukba, és mentálisan nagyon erős játékosokkal vagyunk körülvéve. Gyakorlatilag az utolsó utáni pillanatig bíztunk a sikerbe. Azt gondolom, hogy itt nagyon kevés csapat fog nyerni, és büszkék lehetünk a játékosainkra és a teljesítményünkre. Nagyon sajnálom, de megyünk tovább. A játékunk az megvolt, azt gondolom, hogy az bizakodásra adhatok ott. Most nyilván keserű a szánk íze, de menni kell tovább, dolgozunk, és bízom benne, hogy kijavítjuk a jövő héten. A masszőrök nagyon fontos szerepet töltenek be minden egyes sportklub életében. Nincs ez másként a Krédóbusz Moson-Magyaróvárnál sem, ahol ezúttal Dombi Árpádot és Takács Patrikot ismerhetik meg közelebbről. Munkában a Krédóbusz Moson-Magyaróvár masszőrei Dombi Árpád és Takács Patrik. Ők ketten ritkábban kerülnek reflektorfénybe, pedig a munkájuk nélkülözhetetlen a klub szempontjából. Egy kicsi kapocsin, azt gondolom, mindig egy terapeuta, egy masszőr az edzők és a csapat életében, a játékosok között. Mindig általában ott van a legjobb hangulat a rehabilitációs szobában, ugye kicsit felszabadultak, beszélgetnek hétköznap, illetve a focis dolgokról. Nagyon jó és könnyebbség nekem az, hogy például az AP ugye a fociból jön, gyerekkorunkban ugye együtt játszottunk, úgyhogy, és ezt a fajta gondolkodást a Patrik is nagyon gyorsan átvette, és tudja, hogy mit várok el adott esetben a hétköznapi edzések után, edzések előtt a prevenciós részben, illetve a sérülés megelőzés ugye nagyon-nagyon fontos a mi életünkben, és ez hála Isten nagyon jól működött, hiszen a tavalyi szezonban is nagyon kevés sérültünk volt, és ez nagyban köszönhető az ő munkájuknak. Egy foci csapat masszőrök nélkül nem működhet, szerintem nagyon fontos szerepük van egyébként a csapat jelenlétében, és nagyon jó szakemberekkel dolgozhatunk itt is. Komoly felkészüléskor nagyon fontos, hogy rendelkezésre álljon legalább két masszőr. Egy olyan hátteret tudnak biztosítani, gondolok itt ugye a sérülésekre, sérülés megelőzésekre, hogy bármikor tudunk hozzájuk fordulni. Igazából kicsit ők ilyen pszichiáterek is, mert hogyha bármi gondunk, bajunk van, akkor azt meg tudjuk velük beszélni, úgyhogy tényleg nagyon jó a viszony. A masszőrök mindig központi figurái egy csapatnak. Nekem édesanyám is gyógymasszőrként dolgozik, és végül is ő vezetett rá erre a pályára. Ugye labdarúgóként kezdtem, vagy hát 6 éves koromtól kezdve fociztam. Aztán voltak, nekem is természetesen voltak sérüléseim, és kicsit jobban mindig is érdekelt, hogy hogyan tudnám megoldani ezeket, meg hogyan tudnék
minél gyorsabban regenerálni, illetve meggyógyulni. Aztán így hozta az élet, hogy meg tudtam csinálni egy masszörképzést, megtetszett. Utána jött egy lehetőség, hogy az ETO Akadémiára be tudjak kerülni, ahol jó emberektől tudtam tanulni. Már fél éve itt dolgoztam a klubnál, amikor Árpád csatlakozott hozzánk, és igazából az első pillanattól kezdve megtaláltuk a közös hangnemet. Így, hogy játékos voltam, ebben nőttem fel, hamar meg tudom találni velük a közös hangot, éjszelődés. Hát aki nincs ebbe benne, az nem tudja, hogy itt milyen a poénok, itt nincs sértődés, itt nincs. Itt van egy foci közeg, amiben jó így beletartozni, és úgy gondolom, mindenkivel mindig megtaláltam a közös hangot. A Krédóbusz Mosonmagyaróvár együttesénél a szakmai stáb és a gyúrók is azon dolgoznak, hogy megelőzzék a sérülések kialakulását. Hát ez egy kitűzött cél itt, hogy a prevencióra minél nagyobb hangsúlyt fektetni, ez az edzések előtt-utáni plusz munkákban is látszik, hogy megkövetelik a játékosoktól a sok nyújtást, hengerezést, minden lehetőség adott, hideg-meleg fürdő, szauna, hengerek, konditerem, vagyunk ketten, akik manuálisan végzünk még kezeléseket. A játékosoknál az idősebbek nyilván többet jönnek, itt élnek bent a rehabban, edzés előtt, után, de ez mindig is így volt, mindig is így lesz. A fiatalok meg, ha van probléma, akkor keresnek minket, de egyszer-egyszer azért, nyilván ha ők is fáradtabbak, akkor jönnek azért masszíroztatni, meg kicsit frissülni, regenerálni. Egyesebb játékosok azok már tényleg, mondhatom, hogy ilyen bentlakók itt. Az MT 1904 asztali teniszezői egy 6 pontos rangadón a DVTK együttesét fogadták a hétvégén. Hat pontos rangadót játszottak az MT 1904 asztali teniszezői a DVTK ellen. A szombati hazai mérkőzésen kulcsfontosságú volt a győzelem a bentmaradás szempontjából. Ennek megfelelően mindkét csapat koncentráltan vágott neki a találkozónak. Mikor megláttuk a beírást, úgy gondoltuk, hogy nagyon jó számunkra. Megismétlődött lényegében az őszi mérkőzések, szinte az összes mérkőzés ugyanaz a találkozó volt, és úgy gondolom, hogy sikeres beírás volt, így a mérkőzés is 5-2-es győzelemmel zárult. Páros győzelemmel kezdett az MTE, majd 3-2-ig szorosan alakult a találkozó. Kramarics Gergő és Katona Gergely mindkét meccsét megnyerte, így végül a mosonmagyaróvári csapaté lett a győzelem, és az 5-2-es sikerért járó 3 pont is. Azt éreztem, hogy mind a két csapat nagyon frusztrált volt, mert ha őszinték vagyunk magunkhoz, ez egy bemaradási rangadó. Ahhoz képest én úgy éreztem, hogy az volt talán a kulcs, hogy mi hamarabb át tudtunk lendülni ezen az állapoton, tehát mi hamarabb fel tudtunk pörögni, de mi sem tudtunk úgy pörögni, hogy szerettünk volna. És így lett egy 5-2-es győzelem ugyan, de azért hogyha aki itt volt, vagy aki nézte a meccseket, az lehet, hogy azt mondaná, hogy ez egy sokkal szorosabb párharc volt annál, mint amit az eredményjelző mutat a végén. Mindenképpen leesett egy kő a szívünkre. A meccs előtt szerintem mind a hárman feszültek voltunk, de ez egy
azt mondom, hogy ez természetes, és az ilyen rangadók előtt ez normális is, és talán pont ez kellett, hogy érzelmileg felülkerekedjünk, mert én úgy érzem, hogy ezen a meccsen ez számított nagyon sokat, hogy fejben nagyon ott voltunk, koncentráltak voltunk, és ez most ki is jött. Azért itt a mentális dolgok nagyon sokat számítanak, ugyanis tehát nem mindegy, hogy kell fel valaki, milyen játékot produkált előző héten, pszichés dolgok nagyon közre játszanak. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen próbáljuk együtt tartani úgy a csapatot lelkileg, mentálisan, fizikálisan, mindenhogyan, hogy az összes bajnoki mérkőzésünkre a lehető legjobb formában legyenek. És én úgy gondolom, hogy a társaság most nagyon együtt van, tehát barátilag is egy nagyon jó társaságot alkot, meg csapatilag is. Az MT 1904 asztali teniszezői legközelebb március 27-én szerepelnek a bajnokságban, amikor Széchenybe látogatnak a Szerva ASE csapatához. Újabb érzékeny veszteség érte a Maderson Mosonmagyaróvár együttesét. Tilinger Tamara után Horváth Bernadett is visszavonul, igaz, ő csak a szezon végeztével. Szezon végén befejezem a pályafutásomat, és azt gondolom, hogy ez már itt a klubban is nyílt titok, hogy családot szeretnék alapítani. Azt gondolom, hogy nyilván ezt az évet úgy szeretném befejezni, és magát a pályafutásomat is úgy szeretném befejezni, hogy jó játékkal, sérülésmentesen, egészségesen, és az, hogy hozzá tudjam segíteni a csapatot azokhoz a tervekhez, amiket idén kitűztünk magunk elé. Megmondom őszintén, hogy amikor aláírtam 2 évvel ezelőtt, akkor már megfordult a fejembe, hogy valószínű ez lesz az utolsó 2 évem. Aztán, amikor tavaly annyira jól ment a csapatnak, és beütött ez a járvány, és utána félbeszakadt a bajnokság, akkor még arra gondoltam, hogy most így félbeszakadt, pedig annyira jó volt minden, a csapat együtt voltunk, és nagyon jó volt az egész, ahogy összeálltunk, és akkor gondoltam, hogy hát még lehet egy év benne van, de most úgy érzem, hogy amit tényleg, amit elterveztünk, azt meg is tudjuk úgymond valósítani, hogy ezután, a szezon után, akkor én most befejezem. Hogyha előfordulna ilyen, és ha itt le, akkor csak is Mosonmagyaróváron, szerintem máshol nem nagyon lenne erre lehetőség. De sok példa van előttem, aki szülés után visszatért a pályára, viszont én magamból kiindulva nem biztos, hogyha lenne egy kisbabám, akkor nem biztos, hogy 100%-osan tudnék koncentrálni a pályán, mert nem biztos, hogy lehet, hogy mindig a fejemben lenne, hogy jaj, most mi van vele, amikor biztosan tudom, hogy jó kezekben lenne, hogyha otthon hagynám, de nem biztos, hogy 100%-osan tudnék koncentrálni, amit én a pályafutásom során, akár edzésen, akár a mérkőzésen mindig a 100%-ot próbáltam nyújtani, és mindig maximálisan csak arra koncentrálni, ami éppen van. Yeah.
így néha-néha azért eszembe jut, hogy jól meggondoltam, hogy biztos, és azért ezt fel kell dolgozni. Szóval még nem biztos, hogy én ezt teljesen feldolgoztam, hogy jövő ilyenkor már nem fogok bejönni edzésre, vagy hogy nem fogok meccset játszani, ezt amúgy fejben kell eldönteni. Próbálom átadni a fiataloknak azt a mentalitást, azt a küzdeni tudást, akár edzésen, akár a mérkőzésen is, hogy ezt vigyék tovább, mert ezzel tudnak előrébb jutni, hogyha nem vagy abban biztos, hogy te most a pályán akárkiért meghajnál, akkor és csak saját magadnak játszol, azzal nem biztos, hogy előrébb fogsz jutni. Kedves nézőink, ez volt a Szigetkősport márciusi adása. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Extra tartalmakért és plusz videókért kövessenek minket Facebook oldalunkon, témaötletüket és javaslatukat pedig küldjék el a képernyőn látható címre. Találkozzunk a következő hónapban is. A viszontlátásra!